A Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete 1998 óta ítéli oda minden évben a Prinz Gyula díjat két kategóriában. A professzori díjjal olyan kutatókat tüntetnek ki, akik tudományterületükön kiemelkedő eredményeket értek el, munkásságukkal hozzájárulnak a hazai geográfia és a földtudományok épüléséhez, és tevékenységükkel kapcsolódnak az intézethez. Idén Szilágyi István professzor érdemelte ki az elismerést. Számomra nagy megtiszteltetés ez az elismerés, hiszen én a földrajztudományról kívülről területre jöttem, de én történész és jogász vagyok, úgyhogy politikai földrajzzal foglalkoztam, történeti földrajzzal foglalkoztam, de tulajdonképpen földrajztudományon kívülről területre jöttem, és hát ezért számomra különösen nagy megtiszteltetés, hogy a kollégák és az intézeti tanács megszavazta 2018-ban nekem ítéli ezt a Prinz-díjat. Az ifjúsági kategória díjazottjai olyan hallgatók, akik a remények szerint a jövőben meghatározzák majd a hazai és pécsi földtudomány fejlődését, és tudományterületükön már eddig is eredményekkel bizonyították rátermettségüket. A díjat idén Farkas Gábor vehette át. Igazából azért örülök ennek, főként egy ilyen helyi díjnak jobban örülök, mint hogyha valami nagy szakmai kitüntetést kaptam volna, méghozzá azért, mert én hobbiként tekintek erre. Én nem feltétlen tekintek munkaként erre az egyetemi munkára és munkahelyként az egyetemre, hanem nekem ez sokkal inkább egy hobbi, amit nagyon szívesen végzek. És ez nagyon fontos az, hogy milyen környezetben, úgyhogy olyan környezetben tudjuk végezni ezt a munkát, ahol szívesen megyünk, vagy szívesen dolgozunk együtt. És pont ezért nagyon nagy szó, legalábbis nagyon nagyra értékelem azt, hogyha ezt honorálják, ezt a fajta elkötelezettségemet, és pont ezért örülök ennek. Az esemény zárásaként a hagyományokhoz híven megkoszorúzták Prinz Gyula szobrát.